Sziasztok! Itt vagyunk Zolival, és most jön a hetedik része a Versusnak. Igen, volt némi kis számolási differenciánk, de aztán kiszámoltuk, hogy hogyan is. És egy nagyon izgalmas rész következik, az igazság szerint, ezt pont te javasoltad, ha jól emlékszem, és az a címe ugye, hogy hétköznapi versus csodálatos. Beszélj nekem a csodáról. Csoda vagy a csodálatos? Mind a kettőről. Nem, vagy a... Jó, oké. Akkor beszélek a csodáról, hogyha én azt gondolom, hogy valahogy az emberiség, ennek az emberiségnek a történetében, előző emberiségekről nem nagyon tudunk ilyen belső információkat, tehát, hogy a csodavárás az mindig bennünk van. Tehát, hogy ezzel születünk, hogy... és plusz a szocializáció azért ráerősít, legfőképpen a mesékből, várjuk ezeket. Ahol mindig csoda történik. Igen, jön tündérkereszt anyu, és megváltja nekünk a világot, és ezt várjuk az anyánktól, az apánktól, a rokonainktól, a barátainktól, hogy csodákat hozzanak az életünkbe, és a csodák megtörténnek, szerintem. Igen, valamelyik nagy emberünk mondta azt, nagy író, hogy a csoda az egyetlen valóság. Igen. Igen, tehát hogy ez az akkor tényleg, tehát hogy valami olyan dolog történik, amitől szemszáj elámul. Marad, érted? És valami, hát nem tudom, tényleg, tehát, szerintem ez egy szép szó például, csodálatos. De a csodálatos alatt azt gondoltam, hogy hétköznapi, hogy valami kiemelkedik a tömegből, vagy az átlagból, és... szórja a fényt, nem tudok erre jobbat mondani, tökéletes, hogy talmi módon, vagy pedig tényleg isteni módon teszi ezt a dolgot, de szórja a fényt, csillog, villog, az embereknek valami olyat mutat, amit ő jól érzi magát. Tehát, hogy nekem például egy-egy énekes, egy-egy színész, egy-egy színpadi mű, vagy film, az a csodálatos kategóriába, de festmény, bármi, tehát tök mindegy ebből a szempontból, de hogy létrejön valami olyan, vagy egy olyan ember, aki olyan dolgokat visz véghez, mondjuk most a Teréz anya jutott eszembe, aki lemond az életében nagyon sok dologról, és csak annak szenteli, hogy a szegényeket is tápolja, vagy ápolja konkrétan. És valahogy ő ezzel emelkedik ki, pedig amit csinál, az annyira nem egy olyan nagy dolog, hanem pont az, hogy nagyon hétköznapi dolgokat csinál. Hétköznapi, és nem is volt egy olyan nagyon kellemes ember. Nem. Hát, akik ismerték, azok igazából nem, tehát nem volt egy szerethető ember, vagy egy, tehát nem az a, nem akit csodálunk, abból azt mondja, milyen csodálatos ember, nem, ő egy nagyon hétköznapi, nagyon keményen dolgozó, nagyon karakán ember volt, aki úgy, hogy mondjam, elintézte a dolgokat, és mégis csodát alkotott. Igen, igen. De legalább nem az történt, érted, amit elvárnánk, hogy nem tudom, tehát hogy ez is így bennünk van, hogy lesajnálóan ugyan, de nem is szólunk érte semmit, hogy mondjuk amiket ő pénzeket összeszedett, mert pont ezzel a karakánsággal, meg ezzel a határozottsággal gyűjtötte be azokat az összegeket, ami kellett az ő alapítványának a fenntartására, hogy nem nyújta le ezt a pénzt. Nem vett belőle 3 Rolls-Royce-t, meg nem élt csodálatos palotába, hanem ott élt a többiekkel együtt, akik dolgoztak ezen az ügyön. Nagyon. Szóval, hogy nekem ő azért úgy kiemelkedik ebből az egész, meg sokunknak. De mit tudom én, akit csodálatosnak tartunk, mondjuk ilyen nagyon, nagyon izért vegyek, a Lady Diana, érted? Tehát, hogy ő attól, hogy az emberekkel egy nagyon közvetlen kapcsolatot vett föl, tehát, hogy azt a királyi házas elutasítást, ami addig dívott, azt ő lerakta, és azt mondta, hogy itt vagyok, gyerekek. És elment hívfertőzöttek közé, észbetegek közé, és mindenkit megölelt, érted, akit elétoltak. Tehát, hogy ő ezzel olyan kapukat nyitott, nem véletlen népszerű a mai napig. Szóval, hogy Erzsébetnek azért volt ott elég nagy
pofon, amikor meghalt, és ugye ő nagyon, napokig nem engedélyezett semmit, tehát a fél lárból eresztett zászlót. Ő tartotta magát az etikethez, és a királyi udvar szokásaihoz. Így van. Nem tehetett már... mást. Igen. Tehát ő nem tehetett mást, és tulajdonképpen az Erzsébetben az volt a csodálatos, hogy volt egy pont, amikor rájött arra, hogy sokkal többet nyer azzal, ha mégis engedélyezi. Tudod, kinek hatással volt ez? Nem tudom. Tony Blair minden Igen? nap fölhívta. Minden nap. Ő volt a legkarakánabb miniszterelnöke, aki állandóan beleállt, de hogy ő nem tárgyalgatott az udvarra, meg ezért közvetlen királynővel csak. És hogy minden nap fölhívta, hogy akkor jó lenne, ha meggondolná ezt a dolgot. És meggondolta. Pedig az nagy dolog. Igen. 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 És nagyon sokszor... Nagyon sokszor, ha te egy vezető pozícióban, vagy egy abszolút csúcs pozícióban van annyi eszed, hogy bevald, vagy hogy nem is kell bevallani, csak a cselekedeteiddel vallod be azt, hogy na jó, akkor most vágányt állítunk, vagy most módosítunk a dolgokon, azaz sokkal többet teszel a renomédért, vagy tehát te többet, sokkal nagyobbat fogsz nőni az emberek szemében, mint hogyha kövöltöd az ebet a karóhoz. Egyébként a kitartás sem rossz, tehát az is lehet csodálatos, hogy te minden áron kitartasz valamiben, vagy azért, mert hiszel benne, vagy azért, mert fontosnak tartod, vagy mert nem alkuszol meg. Tehát nagyon érdekes. Azt hiszem, hogy tök érdekes pozícióba kerültünk, mert azt hiszem, hogy a hétköznapit és a csodálatost azt különbözteti meg, hogy van-e benned annyi csoda, lakik-e benned annyi csoda, hogy meg tudod állapítani, hogy egy adott pillanatban a kitartás, a helytállás az, ami célra vezető, vagy az, hogyha azt mondod, hogy na jó, akkor most enyhítünk a dolgokon, vagy most fordulunk egyet, most befordulunk egy másik irányba. Mert ehhez egy olyan fajta erkölcsi és egyéb iránytű kell, ami nincs meg mindenkiben. Ez nagyon érdekes, hogy amit mondasz, mert ez a téma arról jutott eszembe, hogy... Én dolgozhattam csodálatos emberekkel, vagy mondjuk ismert művészekkel. Például velünk. Például igen. Például neked is. Az is nagyon érdekes. Azt majd egyszer elmesélem, hogy kezdtünk el alkotni. Sose felejtem el, tehát hogy a Tiszta Forrás Intézetben. Én rettegtem. Én az egésztől, én tudom, én rettegtem. Az első pillanat, amikor bent, tudom, órán voltam, és akkor beszóltál, hogy Zoli, a szünetbe gyere már be a szobámba. Mit csináltam már megint? Igen, megint mit csináltam, című fejezet. És, na, szóval, hogy itt kezdődött ez az egész dolog, és nem baj, tehát, hogy látod, ott elindultunk valahova, és az a felvétel, az ma már történelem, és ma meg már olyan vagy, mint egy normál hétköznapi, tehát hogy a kamera előtt, bedobok 200 forintot, és addig beszélsz, amíg van energiád. Tehát, hogy ez a... Lehet, hogy 100 is elég. Jó, oké, egy 50-est tudok átadni. Lehet ezt alkudni kisebbre, igen. Kérdez, de hogy eltűntek az 5 forintosok, gyakorlatilag, ugye az infláció miatt semmi... Nem csinálják. Érdele. Nem, van. Ja, hogy van, csak... Forkalomban, mert már nincsenek ilyen végződések. Tehát eddig 200 kiló 5 forintossal járkáltam, mert mindenki adogatta vissza, én meg elfelejtettem vissza, és most múltkor nézem a pénztárcámat. És ez is eltűnt. Remek. Na, szóval azt kezdted elmondani, miért megszakítottalak volna, hogy nagyon sok csodálatos emberrel, vagy híres emberrel dolgoztál. Igen, és akkor elkezded azt érezni, hogy én is szeretnék ragyogni, vagy szeretnék valami olyat alkotni, amivel kiemelkedem. Vagy nekem nem is ez volt a lényeg, hogy kiemelkedje, hanem amivel lenyomatot hagyok magam után. Tehát, hogyha ez a test, ez elmúlik, akkor erre emlékezve meg a nevem, mint bélyeg, legyen valami olyan dolog, ami úgy fönnmarad, és mondjuk használható, és szeretik, és bármi olyan. Tehát, hogy vannak lenyomataim, könyvekben, CD-ken, bárhol, tehát, hogy ott van a nevem, de ez még nem az. Tehát, hogy én még nem alkottam meg azt a csodálatos dolgot, amit szeretnék itt hagyni. És akkor jön egy pillanat, amikor szeretnél teljesen hétköznapi lenni. Nem akarok kilógni, nem akarok nagyobb lenni annál, mint amennyi lehetek, sőt, inkább még lejjebb szeretnék csúszni, mert
ott biztonságban érzed magad. Na, ezt akartam pont kérdezni, hogy szükség van-e a hétköznapira? Abszolút. Ez lett volna a kérdésem. Bizony. Abszolút szükség van, és képzeld el, egy mérlektípusú embernél, meg ez az állandó váltakozás van benne, hogy most ki akarok törni, most vissza akarok csúszni, most ki akarok törni, most így jó, hogy van, ne erőltessük ezt az egész dolgot, és akkor onnantól, amit mondtál egyébként, hogy bennem van ez a GPS, hogy a mikor kell fordulni, mikor kell leválni, mikor kell elengedni, és mikor kell erőltetni. És nagyon érdekes, hogy például az erőltetés nekem nem megy, az mindig kívülről jön. Valaki ott áll mögöttem egy ostorral. Igen, és az mindig szar. Már bocsánat, hogy ezt mondtam. Igen. Tehát én megtanultam, ugye most már lassan majdnem 20 éve ismerjük egymást, és megtanultam azt, hogy téged békén kell hagyni, mert akkor tudsz a leginkább alkotni, hogyha magad ritmusa szerint, és a magad törvényei szerint alkotsz, tehát én maximum, de még kérni se szoktalak, tényleg nem szoktalak kérni, vagy legfeljebb mondok egy ötletet, amit vagy elfogadsz, vagy nem, és akkor megy az, tehát én abszolút elfogadom az instrukcióidat, mert gondolom, mert az lesz a csodálatos, amit te kitaláltál, ha hagynak úgy dolgozni, ahogy az neked jó. És ezt kéne, nagyon sokszor az alkotási folyamatot akasztuk meg azzal, hogy beleszólunk valamibe, amibe nem kéne, mert semmi értelme. Tehát én látom azt egyébként, az egyik mennyem, az Andrisnak a felesége csinál ilyen kontenteket, kis filmeket, meg ezt, meg azt, meg azt, és akkor, mikor együtt nyaraltunk, akkor ő szerencsétlen végigolvozta az egész időszakot, mert akkor voltak a kóljai, és akkor mindig, ez nem jó, akkor azt csinálja meg. És végül az volt a jó, amit ő először kigurított, tehát ő jött valamivel, elküldte, jó, tökéletes, fantasztikus, na de azt nem lehetne, akkor nem lehetne kisebbre állítani, és akkor azt nagyobbra, és akkor, tehát, és elkezdték széthúzni az egészet, és ott annyira rögtem, mert kb. 3-4 órát szarakodott vele, vagy jobb lesz az első, neked van igazad. Jé! Érted? És annyi energiát, annyi kreatív energiát lehetne megspórolni azáltal, hogy hagyjuk a művészeket dolgozni, és alkotni. És akkor tényleg csodálatosat fognak alkotni. Van egy nagyon híres cég Magyarországon, nem budapesti székelyűek, nekik dolgoztam egy időben, és mindig, amikor elkészült egy film, akkor aki az összekötő volt a céggel, az mindig mondta, hogy ú, cseréljük ki ezt, meg azt, meg amazt, és akkor legközelebb, amikor lementem hozzájuk forgatni, vagy fel, nem tudom, Ánda azt mondjuk Budapestre, hogy lemegyünk, érted, miközben lehet, hogy éppen fölmegyünk, tehát, hogy hol fekszik éppen az országba, és képzeld el, hogy mondja nekem, hogy ne haragudj rám, nekem ez a munkám, és nekem ezzel el kell számolni, hogy én kiavítattam veled azt a dolgot, és ki kell cserélni, és ugyanazokat a képeket raktam vissza, azaz nem nyúltam hozzá, és akkor így mennyivel jobb című fejezet. Szóval egyszerűen, és ilyet, amit a menyed megél, ilyet 4 millió darabot, érted? Tehát, hogy ezzel már mindig vártam, hogy mi nem lesz jó című fejezet, és akkor mindig az van, hogy a végén visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, de mindig így van. Igen, addigra már jön mindenki, érted? Ők is, az én kollégáim is, én meg ugye a kettőjük között próbálok villámot hárítani, és próbálom mindenkinek elmagyarázni, hogy miért kéne úgy csinálni. Na, és ezért sokkal az be, azt gondolom, ilyenkor vágysz vissza az általános, a hétköznapi minőségre, amikor besokalsz attól, hogy próbálsz csodálatos lenni, és nem felezd meg, és tudod közben, hogy neked van igazad. És azt hiszem, hogy ez az, ami a kreatív tehetséget egy idő után vagy megöli. Tehát amikor Michelangelo tényleg széklábakat farag, hogy nem a tehetséggel kezdünk valamit, amiből jöhetne a csoda, vagy a csodálatos, hanem beszorítjuk a tehetségeket az általánosba, a hétköznapiba, mert nem tudom miért, mert akkor mi vagyunk többek, vagy akkor mi leszünk csodálatosak az által. Tehát... Az történik, hogy ilyenkor, ugye, hogyha nem vagy annyira erős személyiség, akkor elkezded az önértékelésedet, egyre mélyebbre jutsz, hogy most tényleg jó vagyok, érek én. Igen, ez borzasztó egyébként. Tudod, én tanítok, tehát az ügyféllel való munka az más, ott az abszolút én tartom kézben. Egész egyszerűen azért, mert ő keresett meg engem, és megvan ez a hierarchia. A tanításnál kezd ez a hierarchia
nem is elmúlni, próbálkoznak az emberek, és nem tudom, miért van ez, mit szoktam mondani viccesen, hogy nem vagyok bebáruház, és nem kell engem szeretnetek. Tehát azt nagyon, nagyon sokszor, most a tavalyi évfolyam volt olyan, és azóta is időnként beleütközöm egy-egy ilyen emberbe, hogy ő akarja nekem megmondani. Most is van egy ilyen tanulom, tehát aki a saját csoportomba jár, és nem kötekszik, hanem állandóan felszínre hozza magát, és hülyeségeket beszél, és a végén azt mondtam már neki a múltkor, hogy húsd már, fogd be, senki nem kíváncsi az agyszüleményeire, hülyeségeket kérdezel, hülyeségeket beszélsz. És akkor látom, hogy egy kicsit meg is szeppent, mert igazából tök aranyos valahol, csak szecskával aprítja az óráimat, érted? És ez a felszínre akarom magam hozni, meg akarom mutatni, mert akkor biztos, hogy szeretni fogsz engem. Nem, mondom nektek, gyerekek, én nem akarlak benneteket szeretni, én tanítani akarlak benneteket, és higgyetek el, hogy akkor értek a legjobban. Akkor azzal értek a legtöbbet. És de nem lehet, hogy ez azért van, az emberek meg akarják váltani a figyelmet, a szeretetet, a rám. Azt hiszem, hogy olyan minőségi hiányuk van, tehát olyan szeretet hiányuk van, olyan figyelem hiányuk van. Nagyon érdekes ez is, mert van 2-3 olyan tanítvány, aki állandóan bombáz engem hülyeségekkel. Most magukra fognak ismerni, mert általában e-mailt írnak, és ilyen, tehát a totális hülye agyszülemények, és akkor én nagyon kedvesen, udvarosan, nem őket nem letörve, elmondom, hogy ez miért butaság, meg ez még nagyon előre szaladtál, meg nagyon elvarjapíroztad magad, meg nincs, és akkor végén mindig megkérem, hogy figyelj, ne agyalj ennyit, nem kell agyalni, úgy ne tanuld meg. És hogyha majd májusra nem áll benned össze, akkor leülünk is megbeszéljük. De addig semmi értelme agyalni, mert olyasmiket kéne neked leírnom, amit a következő 2-3-5-6 órában el fogok neked mondani. Igen, de ez valahol a hiba is, a te hibád is például. Biztos, persze. Amikor emlékszem, amikor elkezdted tanítani, az első órát halára untam, ugye akkor még csak a jelölésekről meg a szimbólumokról volt szó, és a második órától elkezdesz belerakni valami olyat, hogy amitől így elkezdesz figyelni, hogy mi van, miről beszél meg. Szóval, hogy tudod, amikor elkezdnek a bolygók, a házak előjönni, és onnantól fogva annyira akarod tudni, érted? Hogy ezért rohannak előre, és ezért próbálják a legegyszerűbb módon, az ő elképzelése szerint. De ráadásul pont az asztrológia az a tudomány, amit nem lehet leegyszerűsíteni, mert az alapokat tudni kell, mert anélkül nem fog tudni. Így van. Na, igen, tehát, de ezekkel mondjuk elboldogulok, tehát nem, ezekkel nincsen bajom. Tehát ezekkel nincs bajom, mert 3 mondat után megértik, és akkor a helyére kerülnek. És minél többen vannak, annál több a... hogy mondjam, többféle ember tud össze, tudja, többféle ember fúj össze a szél, és hát akkor, és akkor, hogy visszatérjünk a témánkhoz, igen, ők csodavárók, tehát ők azt szeretnék, hogyha én őket találnám csodálatosnak. Uh-huh. És magyaráztam nekik, hogy te többször is belefutok ebbe, hogy esd meg, hogy nem kell, tehát én adok itt valamit, tehát más más a felállás. És ugyanakkor tudom, mert annak idején, amikor én 25 vagy 30 éve ezelőtt a Judival először találkoztam, hogy annyira szerettem volna, hogy szeressen engem, hogy becsülje azt, amit én tudok, mert ugye ő még akkor csak a Chiron-nal dolgozott, én az összes aszteroidával, meg egy csomó minden, és nagyon érdekes volt, mert abszolút adott nekem teret, tudod, Glastonbury-ben. Tudom. Tehát nagyon sokszor azt mondta, hogy akkor ezt a részt csináljam én, tehát maximálisan piedesztálra emelt, aminek baromira örültem, de igen, de neki nem volt utóda, tehát ő tényleg nem jelölt ki mást maga helyett, mint hogy én már kijelöltem magam helyett mást, tehát én is, ugye a szürke állományban, ami körülvesz bennünket, igenis találtam egy csodát, ez az emese, akit tudom, hogy többre fogja vinni, mint én, egész egyszerűen azért, mert fiatalabb. Tehát fiatalabb, és már most többet tud, vagy legalábbis annyit tud, mint én. És ez baromi jó látni, csak éppen ezért, mivel általában nagyon-nagyon ritka, ott van a Zsuzsi, aki még nem talált maga helyett mást például. Mm-hmm. Tehát ő nem talált maga helyett. Hogy ő például akar? Nem tudom. Egyébként az emese is véletlen jött. Az is véletlen jött, de például az Andrea se talált szerintem maga helyett mást. Érted, mire gondolok? Hát, hogy nem akarják átadni, érted? Lehet. Én át akarom. Tehát én azt gondolom, tehát, hogy én maximálisan látom azt, hogy ő ki fog nőni, és ő ezt baromi jól fogja csinálni, mert most is baromi jól csinálja, és nekem például ez is csodálatos. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy van valaki, aki túl fog rajtam nőni, egyébként hál' Istennek van 2-3 ilyen ember rajta kívül is, mert ilyen a Gábor is, Kárpáti Gábor, ugye, aki azért megcsinálta az asztrofarmát, csak ő ezt le
hogy hívják voltat, tehát ő ezt igazából nem tudom, mennyire foglalkozik asztrológiával, mert ő aztán elkezdett középkori tanulni, és akkor... Foglalkozik, most... szerintem igen. Foglalkozik, de na, szóval hogy az MSE és a Gábor között az a különbség talán, tehát ugye ez mint külső szemlélő, hogy az MSE egyszer csak ki fog lőni, mint rakéta, már begyújtott mindent maga alá, csak ő még ő is lenéz, hogy jó, itt ég valami alatta. Igen, igen. A Gábor az meg megpróbál a hétköznapok szintén. Meg lebeg, igen, igen, meg ott lebeg, igen. Igen, ott, igen. Tehát hogy nekem ez így ennyi elég. Elég, igen. Igen, és akkor visszatértünk megint a saját témánkhoz, hogy attól, hogy valami csodálatos legyen, ahhoz kell az emberben valami fajta becsvágy. Valami olyan becsvágy, hogy ezt, amiről beszéltünk, hogy én meg akarom ezt mutatni, át akarom ezt adni. Ez nem az enyém, hanem sokkal többünké lesz, hogyha én ezt megmutatom és átadom, és ettől lesz a különbség, azt hiszem. Nem tudod, hogy érted-e? Értem. Szerinted, hogyha a Magyarországon celebeknek nevezett entitásokról beszélek, mert külföldön mást jelent a celeb, mint ami Magyarországon, szóval, hogy ők a 15 perc hírnévre hajtanak, igen, gyakorlatilag, hogy ők például anélkül, hogy bármit csinálnának, túl azon, hogy mondjuk elmegy egy valóságshowba, vagy elmegy egy playback showba, fél playback showba énekelni, mert ugye ott se a saját dalaikat éneklik el, hogy egy ember volt, aki a saját dalával kezdett. Na mindegy, tehát, hogy ez a hogy ők lehetnek csodálatosak? Mindenki lehet csodálatos szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy nem a szándék az, amit téged a csodára fölrepít, hanem több dolog kell hozzá, az, hogy tényleg tudjál valamit, vagy legyen valamilyen képességed, vagy valamilyen tehetséged, ami másnak nincs, meg akard ezt mutatni, és legyen közönséged. És hogy mondjam, tehát az átlag celeb, tehát ha csak abból indulunk ki, hogy van mondani valóm, vagy van énekhangom, vagy de szeretnék 5 percig híres lenni, attól még a valódi tehetség az ilyenkor megcsinálhat. Mert ez a lényeg. Nem az, hogy kitröpít fel a világhír. Nagyon sokan nem szeretik, sokan szeretik. Én nagyon-nagyon becsülöm Majkát. Majka ugye az Ózdi hős, aki a való világban kezdi, tehát egy ilyen kis celebecske lesz, majd fölépíti teljesen tudatosan önmagát, a reperényét is, meg tehát hogy a zenei karrierjét is, meg a műsorvezetői karrierjét is. És ugye a mai nap ő az egyik olyan celeb, akinek fizetnek azért, nem keveset, hogy őt nézhessék. Na, erről beszélnek, tehát erről beszélek, és hogy indult, ugyanúgy indult, mint a többi való világos. Igen. Igen. Tehát persze, tehát ez a lényege, tehát a csodálatos, az valahol, tehát ahogy amikor a műalkotásról beszéltünk, uh-huh, tudod, hogy mitől lesz műalkotás, valami, az ugyanez a figura, tehát hogy igen, tehát hogyha valami tényleg csodálatos, azt a világ el fogja hinni. Ha valami nem az, hanem tényleg ez az 5 perces hírnév, azt a világ egy ideig nézi, csócsálja, aztán kiköpi, és ott vége van. Ezt annyira jó, hogy mondtad, a világ el fogja hinni. Pont arra gondoltam, hogy mit tudom, amikor a Dali első festményével találkozott valaki. Az még nem az óra, ami ott lefolyt. Igen, igen. Az a nagy első volt. Mit szívott? Kérek szépen belőle. Gondoltak az emberek, érted? Mert biztos, hogy volt, aki azt mondta, hogy úristen, mi ez a szar. És valaki pedig azt mondta, hogy ez egy remek mű, és hogy az maradt meg mindenkiben. Igen, igen. Na, erről beszél. Igen. Tehát ez szerintem is ezt különbözteti meg. És nagyon fontosak a hétköznapok, de nagyon fontos, hogy legyen meg bennünk a szikrája a csodának, vagy annak, hogy mi csodálatosat tudunk alkotni. Mert akkor, amikor mondjuk csinálunk egy fantasztikus süteményt, vagy egy fantasztikus kaját, vagy valamifajta a családnak szóló dolgot. Abban a másodpercben az csoda. Mm-hmm. Tehát lehet csodálni csinálni egy töltött káposztából is. Komolyan. Tehát, hogy ez, vagy egy sütiből, vagy egy egyéni lakberendezésből. Bármiből lehet szerintem csodát csinálni. Igen. Egy horgolásból lehet csodát csinálni. Pontosan így van. Úgyhogy, drágáim, ha figyeltetek ránk,
legyetek csodálatosak, legyetek hétköznapiak, tudjátok elviselni a hétköznapokat, de ahhoz, hogy elviseljük jól a hétköznapokat, az kell, hogy megéljük a csodát. És én ezt kívánom most nekünk, magunknak is, meg nektek is. Köszönjük, hogy figyeltetek. Nagyon szépen köszönjük megint csak, hogy figyeltetek. A 8. résszel, és megint nem áruljuk el, nem lőjük le, hogy az milyen lesz. Jó lesz, csodálatos lesz. Nem? Csodálatos. Jól van. Mi youtuberek csodálatosak vagyunk. Ez így van. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy figyeltek bennünket. Sziasztok. Sziasztok.